művésznek tartja. Szakmai munkásságát 2013-ban Kossuth díjjal, 2016-ban pedig a Nemzetművésze címmel ismerték el. Fogadják szeretettel Mécs Károlyt. És ha valamit hiányolnak a hirtelen erősek, az olykor bátrak, majd figyelem őket, mikor az idő átrak vállukra is szívük fölé százpalmákat. Mégis ők bírtak a pusztai széllel, az egybeterebb nyájat körül nyaldosó csikaszokkal. Lezsugorított akolban sötét éjjel is egymásnak kacsintva, hogy éppen egy bokkal több, ha a milliónyi fásult égetésből jó pásztorokhoz illőn hajnalra pontos hangot s dallamat nyúlnak. Kölcsey Ferenc, Paranézis, Kölcsey Kálmánhoz részlet. Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél, ez az elsős, elengedhetetlen feltétel. De erre még nem elég azon nyelvismeret, mely Dajkán karjai közt reánk ragadt. S azt hinni, hogy gyermekkori nyelvünkkel az élet és tudomány legmagosabb és legtitkosabb tárgyait is tisztán s erőben előadhatjuk, nevetséges elbízottság. Igyekezned kell nem csak arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról, hanem arra is, hogy kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán, szívre és lélekre erőben munkálva okaidnak s érzelmeidnek akaratattól függő tolmácsa lehessen. Meleg szeretettel függj a honnyelvén. Mert haza, nemzet és nyelv három egymástól válhatatlan dolog, s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatra kész lenni nehezen fog. Tiszteld, tanuld más nyívek nyelvét is, de soha ne feledd. Miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig bívelni kötelesség. A bölcsesség legnagyobb mestere az élet. Azonban gyakran felkeresd a rég elhunytakat is, kik tanulások, vizsgálatok s tapasztalások által gyűjtött kincseiket a maradék számára könyveikbe letették. De jusson eszedbe, a könyvek száma végtelen, a te éveid pedig végesek, s óráidat, s napjaidat oly sok egyéb foglalatosság kívánja magának. Mint az üres beszélő társalkodót, úgy került a tartalmatlan könyvet. Sőt, ne könnyen védkezett be oly művet, mely a zseni lángjegyét homlokán nem hordja. A nagy író művét pedig mély figyelemmel tanult keresztül. Így az olvasásnak szentelt órák nem lesznek elvesztve, mint azoknál, akik választás és cél nélkül ezer meg ezer köteteket forgatnak keresztül, vagy hogy emlékezetöket terheljék, vagy jegyzőkönyveiket becs nélküli apróságokkal megtömjék, vagy unalmas pillanataikat megöldököljék. Az élet csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik. Célt és véget nem tudó olvasás rest életnek vagy következménye vagy szerzője. Nyavaja az, mely a való élet gyökereit elrágja, s melyből kigyógyulni éppen úgy nehéz, mint a játékszenvedelemből, s mely a lelket éppen úgy elzsibbasztja, s
minden munkára és hatásra alkalmatlanná teszi. Könyvet írni. Ez is egyike korunk betegségeinek. Ki kenyérért írogat, az méltóbb szállásra, mint aki napszámért vabál. Itt hajlandóság van az írásra, jusson eszébe. Miképpen hajlandóság és tehetség két különböző dolog, és ki a hajlandóságot tehetségnek veszi, az mindig csalatkozik. Több kívántatik az írótól, mint a beszélőtől. Ennek szavai elhangzanak, az író pedig maradandó bötrükbe önti gondolatait, s messze vidéken, s jövendőben is óhajt olvastatni. Azért, ha valaha könyvírásra kedved lehet, vizsgáld meg jól magadat, gyűjtöttél-e elég erőt, tapasztalást és tudományt. Mert oly ember is, ki a maga életkörét híven betöltvén, jámborsága és szorgalma által tiszteletet érdemel, nevetséges lehent, mihelyt azon pályára lép, mire a természet őtet nem szánta. Kinek a közönségesen, a mindennapin felül emelkedni erő nem jutott, az kitetsző helyre ne álljon. És ez intés itt az írónak adva, minden más helyre.